Csabai János vadászmestertől tudtuk meg a következő hetekre vonatkozó legfontosabb információkat. Szeptember 1-től kezdődik, és a 20-áig tart, szeptember 20-áig körülbelül. Eddig van a főbőgési időszak. Ilyenkor vigyázni kell szintén, ugyanúgy, mint az őzeknél, bárhol, tehát nem bárhol, gyakorlatilag az utakon megjelenhetnek hirtelen. Most az időjárás is olyan, hogy a vízért nagy utakat tesznek meg, tehát gyakorlatilag közutakat, a 6-os út, az 56-os út, itt például, ami érintett részünkről, Kesejési út, ahol átmozog a szarvas, mert megy a vízre, erdőből kivált, megy a vízre, és az éjszaka vissza is jön. Így főleg az éjszakai utazások során nagyobb az esély rá, hogy szembe kerülünk az állatokkal. Ez a szarvasbőgés, ugye nagyon vártuk már, mint vadászok, vadgazdálkodók, és hát nyilván a természetbarátok is várták ezt az időszakot. Az a kérésem, hogy a területen kint, akik természetbarátok, mennek hallgatózni, azért olyan helyet választanak, ahol nem zavarják a szarvasokat. Hallgatni lehet, megnézni, az már nem olyan egyszerű őket. Az csak szerencsével lehetséges, és a vadászatot zavarják. Ilyenkor erdőlátogatási tilalmat is vezetnek be itt a környező területek. Ez az eljárás a Gemenci erdőben is, hogy az átjárók, turisták ne zavarják meg a vadakat. Csabai János elmondta, az asszályos időszak a vadásztársaságok munkáját sem könnyítette meg. Az időjárás nem kedvezett nekünk, sajnos a csapadék nem volt, a vadföldeket nem tudtunk művelni, ahol jó legelőtt biztosítottunk volna nekik. És a vizet is, takarmányt is, rédus takarmányt hordunk ki, dinnyét, almát, és nedves törköt, gyakorlatilag édes törköt, amit a melléktermékként a borászoktól kapunk. A vizet meg rendszeresen, most már 2 hónapja, 3 hónapja hordjuk rendszeresen a területen, itatásképpen, dagonyákban. Kevés a, általában kevés a természetes víz, kiszáradtak a források. Nagyjából 3 hétig tart majd a szarvasbőgés, addig is fokozott óvatossággal közlekedjünk, és ne menjünk az állatok közelébe.